Vas, Albert, az otthonfa. Vénbűfa volt, szíjas, kemény. Úgy állt az Úristen előtt, mint aki már sokat látott. Sokat látott, és bebenőtt viharba, télbe, küzdelembe. Már évszázadokkal ezelőtt. Úgy állt az Úrszín előtt, mint valami nyugtalan viharkamaszig éjjel. Valahogy félkézzel odakapott. Az öreg jajdult el nagyot, megremegtek a fák és a hegyek. Reggel, mikor vadászni mentem, ott feküdt. Átléptem rajta, és néhány nap múlva megjegyeztem, hogy a fától még csak 10 percnyi gyaloglás hazáig. Így lett otthonfa a neve. Forró nyárban, dermesztő télben, ha törzsét végre átléphettem, jó meleg érzés jönnata a szívemre. Fárasztó gyaloglás után már csak 10 perc az út hazáig. Az erdőtesti porzongás fut át. Isten, add, hogy bujdosásom így végződjék egy szép napon. Roskadjak én is le az útra, tettől, tudástól gazdagon. Maradjak ott nagy reménnyelnek, hogy bárki, aki hazavágyik, és átlép felettem gondtalan, úgy mondja halkan boldogan, már csak 10 perc az út hazáig.